Sziasztok, ez itt a GameWave, én Benny vagyok, és elérkeztük a Need for Speed sorozatunk 8. részéhez, ami igazából a lezáró rész, mert hogy ezután már az Unbound-dal szeretnénk foglalkozni. Még mindenképpen érkezik a játékról egy összefoglalás, ahol egy kicsit így a véleményemet is elmondom róla. De hát akkor nézzük ezt a részt, ahol biztosan nem lesz szó, és nem lesz benne nagyon versenyzés, mert hogy az előzőekben már bőven volt, valamint tudja, hogy nem fogok driftelni, mert az nagyon nem tetszik ebben a játékban, hanem amire inkább most fókuszálni szeretnék, az az, hogy megnézzem, hogy mi maradt a játékban az eredeti történetszálon kívül, mert hogy ugye most azt befejeztük az előző részben, és így most még van egy teljes részünk tulajdonképpen arra, hogy felfedezzük a játék maradékát, ami nem olyan sok, de nem is kevés, most ki is jöttem ide nappal, mert hogy egyébként, ami engem kifejezetten érdekel, az ugye nem más, mint az autóknak a tulingolása, mert hogy az nagyon jól megvan oldva itt ebben a játékban, közben Anna még itt dumál hozzánk, de igazából már, ahogy mondtam, a történeten túl vagyunk, tehát ez talán annyira nem érdekel minket. És hát igazából egy-két autót mindenképpen szeretnék most venni, mert hogy majdnem az egész sztorit végignyomtam ezzel a Mazdával, vagyis előtte ott volt a BMW, de azt talán ilyen második-harmadik részben lecseréltem, és azóta ezzel a Mazdával furikázok mindenhova, úgyhogy szeretnék venni még egy pár autót, amihez viszont pénz kell, és azért is jöttem most ki nappal, hogy megnézzük, hogy milyen lehetőségek vannak a sima versenyeken kívül arra, hogy ezt megtegyük. Egyébként például itt vannak ezek a driftzónák, meg mindenféle trafipaxok. A driftet azt mondjuk pont nem szeretném, ahogy mondtam, az nem tetszik ebben a játékban, de ezekért is kapunk valamennyi pénzt, úgyhogy ezeket megnézem, és hogyha valamelyik érdekes, akkor jelentkezek, hogyha pedig nem, akkor megpróbálok valahogyan pénzt gyűjteni, és akkor megnézzük, hogy milyen autókat tudunk venni, és megnézzük, hogy hogy lehet őket feltuningolni, mert tényleg az annyira jól megvan oldva ebben a játékban, főleg a Forzához képest, hogy milyen szinten optikailag tuningolni lehet az autókat, tehát teljes mértékben meg lehet változtatni, és már itt felismerhetetlen lehet őket szinte tenni. Ugye erre a következő, az Unbound, az még majd egy lapáttal rátesz, úgyhogy arra is nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Emiatt viszont mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, hogy arról nem maradjatok le ti se. Viszont akkor tényleg nézzük is, hogy mit tartogat ez a játék számunkra. Na hát itt van például egy ilyen time trial, ami gondolom ahhoz hasonló, mint a riválisok Forzában, úgyhogy ezt most meg is nézem. Ugye ez megint az jelenti, hogy egy pályán kell menjek, gondolom, de azért ez mégse a sima versenyzésnek a kategóriája, és ezzel ellen, az ember ellen versenyzünk. Azt nem tudom, hogy ő most ilyenkor itt van-e, vagy szellemformájában fogjuk valószínűleg követni, igen. Hát nézzük, hogy hogy megy. Nem is néztem az idejét, meg nem is tudom, hogy ez milyen pálya, csak ide jöttem. Ez viszonylag sok pénzt is kéne adjon, hogyha legyőzzük természetesen akkor. Úgyhogy kívánjatok sok sikert ehhez. Jöjj, Jézusom, Úristen, hogy van ez a pálya? Na jó, várjatok, mert közben a kormányomat is kiszedtem a helyéről egyébként, hogyha valaki addig nem követte a sorozatot, kormánnyal játszom, mert hogy úgy sokkal kevésbé idegesítő a béna fizikája ennek a játéknak, viszont ezt most újra is indítom. Jézusom, ezt a kanyart rendesen nem bírom bevenni. Atya világ. Várjatok, nem is erre kellett volna jönni? Vagy ez hogy van? Nem is itt mutatta a térképen. Hogy van ez? Atya világ, na jó, ezt még egyszer restartolnom kell, hát... Rendesen meg kéne tanulni a pályát ahhoz, hogy végig tudjak menni rajta. Ez mondjuk legalább annyiból izgalmas, hogy itt kell használni talán a fékeket is valamennyire. És nem csak az van, hogy telig gázzal végigmegyünk az összes kanyaron, aztán úgyis betapad az autó. Rendesen jóval lassabban is értem, de nem bírom bevenni ezt a kanyart, nincs akkor a kormányszöge ennek az autónak. Hányszor fogom én ezt még újraindítani? Mert félek gyorsan bevenni egy kanyarba, és inkább megyek lassan. Ahogy nézem, egyébként úgyis lehagytam a riválisomat. Tehát a pénz ez úgyis meg lesz ezzel, mert talán annyira nem kell foglalkozzak. És igen, sikerült is. Hoppá! Nem kicsit vertünk rá egyébként. Jól emlékszem, akkor ilyen 1.29 volt a lenző ideje. Kaptam is egy achievementet. Legyen akkor most ez a következő, hogy megnézem, hogy milyen autót szeretnék egyáltalán venni. És akkor arra gyűjtünk, ugye most így 30-es szinten még nem is elérhető egyébként se az összes. De hát most azért az 50-es szintig nem fogom magamat elgrindolni, hogyha nem bánjátok. Valószínűleg lesz itt is bőven olyan autó, ami érdekes. Természetesen full amatőr módjára sikerült először a házhoz visszamenjek, vagyis a garázsunkhoz. Mert hogy Forzában az működik és lehet ott is autót venni. Viszont most eljöttem akkor a dealershipbe. És hát tényleg vannak itt bőven érdekességek. Bár
engem továbbra sem feltétlenül ez a kategória érdekel. Ez a Mazda egyébként ez tök jó, de erre valahogy nem tudom elképzelni, hogy ezt nagyon szét lehet itt tuningolni, pedig biztos. Na ez a BRZ például érdekes lehet. Ezt lehet, hogy meg is vesszük majd, sőt egyébként most is meg tudnám venni. Hoppá, Giulia Quadrifoglio. Na mondjuk egy ilyet szívesen vennék. Erre mondjuk tök kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy lehet feltuningolni ebben a játékban, egyébként valószínűleg nagyon. Na jó, szerintem én lehet, hogy egy ilyenről összegyűjtök pénzt. Na, az előbb még volt tök szép animáció, hogy megjelent a szellem, de most meg teljesen kivették. Egyáltalán nem volt ilyen. Jézusom, jó, ahogy nézem, ez is érdekes pálya kiosztás. Bár itt most ez annyira nem szűk ez a kanyar. Érdekes, hogy azt hinném, hogy tök durva autókkal jönnek ellenem. De akkor ezek szerint itt az elején azért nekem se ad feltétlenül olyan erős ellenfeleket a játék. Itt merre kell menni? Ja jó. Még jó helyen vagyok, szerencsére. De furcsa, egy kicsit máshogy mutatja a térképen, mint ahogy valójában vannak itt a checkpointok, meg ahogy valójában mennem kéne. Itt mekkora ugratás van. Jaj. Aha. Jaj, nem ürik verc. Ez egy kicsit sok lesz a visszaváltásba. Nagyon jó ez a pályakiasztás, hogy ennyire trükkös, és így kell figyelni arra, hogy jó irányba menjek. Nem feltétlenül csak arra, hogy nyomjam neki, aztán majd a fal úgy is besegít, hogyha hibázok, mondjuk most pont nem is segített. Sőt, atya úristen. Jaj, ez nem jó. Most restartolhatom ezt is megint. Na, itt vagyunk újra. Bocsánat, hogy ennyit bénázok tényleg, csak az van, hogy nekem is azért új a pálya. És meg kell szoknom, mielőtt rendesen körbe tudok rajta menni. Most itt például megint hogy kellett itt eljönni? Teljesen máshogy írja tényleg a térképen ott a kis sárga csík, mint ahogy a valóságban ki van osztva a pálya. Pláne furcsa. Ez a finish vajon? Ez a finish, nem. Hány kör kell itt menni? Ja, hogy kettő körös? Értem. Na jó, hát így, hogy tudtam, hogy merre kell menni, így ez nem, hogy összejött ez a második kör, hanem majdnem egy kilométerre vagyunk a riválisunktól. 860 méterrel előtte értünk be. Úgyhogy szaneszéjjel vertük, és gondolom megint kaptunk egy rakáspénzt, viszont ez még továbbra sem elég, úgyhogy egy-kettő ilyen riválisom még végigmegyek. Hogyha megint elrontam és bénázok és vicces, akkor bevágom, hogyha pedig nem, akkor pedig találkozunk az alfánál. Na itt is vagyunk, szerintem ez az összeg, ez kb. Megfelelő vagy elegendő kell legyen. Úgyhogy ide görgetek gyorsan az alfához, most már ezt így teljes mértékben eldöntöttem, hogy ez lesz. És hol van? Ennél még előrébb. Választottam volna olcsóbb autót. De mindegy, megvesszük, jó. És igen, szeretném is kipróbálni és használni. De érdekes, hogy Forzában nem tudnak egy ilyen autót behozni, de Need for Speed legalább itt van. És akkor nézzük is meg, hogy hogy lehet ezt tuningolni. Egyébként én élőben nem feltétlenül állnék neki egy ilyen autónak, legalábbis semmiképp, de lehet ez a Need for Speed, ennek itt ez a lényege. És először nem is akkor a performance érdekel minket. Egyébként azt néztem, hogy nagyjából ilyen 280-as versenyeink vannak, úgyhogy kb. Annak a környékére lenne érdemes tuningolni ezt az alfát, hogyha azzal akarom folytatni, vagyis ezzel a versenyzést. 279-es egyébként a Mazda, és szerencsére azért ez gyárilag is jóval erősebb, úgyhogy ezen talán annyit nem kell majd belsőleg fejleszteni, de akkor nézzük először azt, hogy kívülről mit lehet vele csinálni. Sok mindent kitaláltak, hogy hogy is nézhetne ki ez az autó, de én még mindig amellett maradok, hogy a gyári a legjobb, úgyhogy jó, a rendszámot nem változtatom. Spoiler! Egyébként érdekes, mert legalább a GTA-nak a külső elemeit hozzáadhatták volna. Hát, most ez is hogy néz ki? Na jó. Hát ezen az autón sokat nem fogok változtatni. Lehet, hogy ilyen szempontból hiba volt ezt megvenni. Én is gondolhattam volna előre is. Mi van? Hangrendszer. Ezt kirakja vele egyébként? Tehát jó, hogy itt van az opció a játékban, de van, aki ezt használja? Hát ezzel nagyjából el is találtam ezt a szint, amit szeretnék. Van egy ilyen gyári szín is. Lehet, hogy nem pont így néz ki, de nagyjából ez elmegy, úgyhogy fogjuk rá. Ez így fog kinézni.
Jó, matricát nem szeretnék tenni rá semmiképpen, ezt viszont elmentjük. Na jó, hát erre nem érem meg rendesen pénzt költeni. Akkor viszont az lesz, hogy kimegyünk így, és kipróbáljuk, mit tud. Megyek vele így egy-két versenyt, vagy esetleg egy-két ilyen gyengébb time trial-t, csak azért, hogy vezessem. Aztán lehet, hogy visszaváltok mégiscsak a Mazdára azért, hogy pénzt gyűjtsek. És akkor a 458 Italiával fogunk majd egy kicsit többet foglalkozni. Az is olyan egyébként, hogy ahhoz se szívesen nyúlok hozzá feltétlen élőben, viszont van arra biztosan egy-két olyan buddy kit, ami tök jól tud kinézni. Itt most mi van? De érdekes animációt ad ilyenkor az elinduláshoz. Hát, ennek a kipróbálására is sikerült a világ legjobb versenyét kiválasztanom. Konkrétan, mint a NASCAR lenne. Most legalább bejátszhatom azt az ügyes húzást, ami itt nemrég megtörtént élőben is, hogy valaki az utolsó körben úgy gondolta, hogy a falat választja, mint sín, és végül is nyert is vele viszonylag sokat. Még azért gyorsan lekörözök pár embert. És ennyi, nyertünk. Hát ez zseniális volt. Innentől kezdve viszont vissza fogok váltani a Mazdára, mert hogy az akárhogy is nézzük, egy sokkal hatékonyabb módszer a pénzszerzésre. És igazából itt megint semmi izgalmas nem lesz számotokra. Úgyhogy hát vágjunk akkor oda, hogy megveszem a Ferrarit, mert hogy onnantól lesz igazán érdekes ez a videó talán. Ott találkozunk. Na itt vagyunk, jó pár versenyen és jó pár time trial-el később. Rögtön be is jöttem ide a dealershipbe, és nagyon remélem, hogy jó pár tök menő buddy kitet tartogat számunkra a 458-es Ferrari, és remélem, hogy valami jó ki is sikerül választanom, és valamit rá is fogok tenni, és nem csak az lesz, mint az Alfánál. Úgyhogy, hú, most ennél meg pláne jó sokáig kell görgetni. Drágább valamivel a Spider, nem tudom, hogy melyiket akarom. Élőbb a Spider-t választanék, az biztos, de most az a helyzet, hogy szerintem az Itáliára fogok menni. Abba talán, igazából szerintem Buddy Kitből talán elérhető mind a kettőre, gondolom ugyanaz. Ki is próbáljuk, hányos egyébként? Ez 282-es. Jé, hát akkor ez igazából a Mazda szintjén van. Ez azért jó, mert akkor belsőleg nem is nagyon kell rajta fejleszteni ahhoz, hogy a most elérhető versenyeket megcsinálhassuk velük, és nem rossz a hangja különben. Teljesen jó. Jó, itt vagyunk a garázsban, egyébként különösen érdekes egy Need for Speed játékban nekem ezt a 458 Italiát látni, mert hogy nekem főleg azért is talán ez a kedvenc autóm úgy összességében, mert hogy még annól nekem a Forza Motorsport 4 volt az első olyan autós játék, amivel úgy igazán sokat játszottam, a következő pedig a Need for Speed Most Wanted, vagyis így igazából egymás mellett játszottam a kettőt, a 2012-es Most Wanted, amiben viszont egyáltalán nem voltak Ferrarik, úgyhogy tök érdekes most így Ferrarit látni nekem ebben a játékban. Na, hát összességében szerintem erre jutottam az autóval, egyébként annyira nem lett rossz, egészen értem bele azt a GT3-as célt, és erre viszont most már csak egy festés hiányzik. Jó, hát szerintem ahogy látjátok, elég régóta keresgélek 332 dizájnt néztem át, és nagyon furcsa, mert egy csomó olyan van, ami nem lenne rossz, csak valahogy úgy néz ki, mintha szét lennének csúszva a betűk, meg a számok, meg a feliratok, minták, és úgy nem úgy van, ahogy a készítő akarta, vagy nem tudom, hogy ennek mi lehet az oka egyébként. Ezt találtam, ami úgy egészen egyben van, bár azért, hogyha a Shell logót megnézitek, akkor hát ez se hibátlan, viszont így eddig ebből a 330-ból ez tűnik a legjobbnak. És hát az a helyzet, hogy elég kicsi esélyt látok arra, hogy ennél jobbat találjak a maradék 400-ból, úgyhogy szerintem én ezt rárakom. Végül is ugye összességében, hogyha messziről nézünk rá, akkor nem néz ez ki rosszul, bár azért azok a... Az elején is ott azok a formák, hát elég furák, de mindegy, ez van. És akkor viszont, ha már ilyen underglow-t is tettem rá, hogy világítson az autónak az alja, akkor mi lenne jobb lezárás ennek a videónak, mint hogy kimegyünk éjszaka, és megnézzünk egy rendőrüldözést, de előtte azért még megnézem, hogy tudok-e bármit fejleszteni egyáltalán ezzel az autón. Hát egy turbót ezt tudok rajta fejleszteni, bár ennek a Ferrarinek pont az az előnye, hogy az utolsó igazi V8-as szívó Ferrari, de az a helyzet, hogy én most ezt megszegem, mert hogy nekem sokkal többet számít most az a helyzet, hogy gyors legyen, mint az, hogy megmaradjon szívónak.
nitrót természetesen teszünk bele. Jó, a mozdából átraktam, vagy nem tudom, hogy itt most mi történt, de hogy az inventorimban volt kettő ilyen kis rendőrüldözésnél meglehetősen nagy segítséget nyújtó eszköz, úgyhogy ezeket is beleraktam, és akkor ahogy mondtam, most éjszaka megyünk ki, és megnézzük, hogy mit tud a Ferrari egy rendőrüldözés keretében. Hogyha találok egy rendőrt, akkor elveszem, hogy jöjjön utánam, és megpróbálok egy ilyen Heat 5-ös üldözést lerázni. Hasonlóan ahhoz egyébként, ahogy az előző részben is tettem, valószínűleg máshogy nem fog sikerülni. Lehet, hogy kudarcba fullad, lehet, hogy sikerül, de mindenképpen izgalmas lesz, és mindenképpen kipróbáljuk vele a Ferrarit, ami végül is hát ez a célunk. Hú, hát... Így kijöve a garázsban nem olyan nagyon jó ez a dizájn mégse, de most már ezzel kell éljünk. Hú, de furcsa a turbo, nagyon érdekesen. Nagyon gyorsan kell váltani, és ilyen hihetetlenül hirtelen. Puff, ennyi. Nagyon kis rövid hangja van, vicces. Jó, keresek egy rendőrt. Hopp, ott a rendőrautó. Gyere utánunk, légy szíves. Jaj, csak nem ismerik a Ferrarit. Aha. Amit már azóta össze is sikerült törjek, de hogy... ugye a rendőrök azok nekünk a Mazdánkat ismerik, és arról tudják, hogy azt mindenképpen el kell kezdeni üldözni. Ez csak akkor, hogyha valami rosszat teszek, de mondjuk legyen ez a rosszat tevés az, hogy neki megyek. Uff, gyere utánam. Halló. Na, hajrá. Kéne próbálni. Azért itt körözök, mert ott van viszonylag közel most így a benzinkút, és hát ezt hamarosan kell is használjam. Mondjuk most érj utal, de ne nekem gyere, hanem majd én megyek neked. Ugye, hogy neki ment a rendőr, az szép volt. Neki ment a rendőr autó a falnak teljesen magától. Puff. A kettes szint mindjárt megvan. Meg is lett, igen. Jó, és most van ez a pont, hogy átmegyünk a benzinkúton. Egyszer. És minél tovább el kéne húzni a második alkalmat. Az a baj, hogy akármennyire is neki megyek a rendőrautónak, azzal mindenképpen sebez engem is. Amit nem csinálhatok végtelenszer. De most hol van? Mind a ketten megyünk körbe, gondolom. Jó, jön az erősítés is. Azt nem tudom mondjuk, hogy így, hogy fog felemelkedni a heat szintem 5-ösre. Jó, ott a következő benzinkút, csak azt figyeltem, hogyha esetleg szükség lenne rá, akkor nem menjek nagyon távol tőlük. Áú! Jaj! Hát, ha mondjuk ennyire ügyetlen vagyok, akkor... így nehéz is lesz eljutni az 5-ös szintre. Jó, most ezt a pénzt, ezt teljesen mindegy, hogy elvette. Annyira nem zavar. Hát ennél örültem volna, hogyha egy kicsit tovább jutok. Az a baj, hogy tényleg az van, hogy nem tudom gyorsan felemelni a hit szinte. Most azért jöttem fel ide egyébként a felüljáróra, hogy megforduljak. Csak arra számítottam, hogy ennél egy kicsit hamarabb meg fog ez történni. Még egy utolsó próbát adok neki, hogyha nem sikerül, akkor... Na hát, amíg tanulunk egy rendőrt, addig is idejöttem az autópályára. Meg akarom nézni a végsebességét az autónak. Ami biztosan, hogy magas kell, hogy legyen, főleg, hogyha 3 nitrót elhasználom, és mondjuk egy picit lejtőn is megyünk, nem csak így fölfelé. Azért remélem, hogy ezt sikerül úgy kivitelezni, hogy nem megyek neki a szembe jövő, meg a mellettünk jövő autóknak, amit éppen előzgetnem kéne. De minél gyorsabban megyek, ez annál bonyolultabb. A 340 az megvolt ott egy pillanatra, én azt láttam egyelőre a legnagyobb sebességünknek. Ah, és kb. Ott tilt is a motor. Hát akkor 340 a végünk. Viszont rendőrautót sajnos nem látok. Arra most kíváncsi leszek különben, hogy
ha találunk rendőraktot, akkor ő vajon rögtön felismeri azt, hogy minket üldözni kell, vagy megint az lesz, hogy először neki kell menjek, és akkor ez csak így éjszakánként változik, de szerintem inkább az előbbi, csak ahhoz tényleg az van, hogy találjunk meg végre egyet. Itt vagyunk, menjünk el mellette. Üldözöl-e, vagy sem? Nem. Még nem. Mit kell tegyünk, hogy ez megváltozzon? Mondjuk ezt. Jó. Most lefizetni se tudnánk őket egyébként, hogyha menekülnénk. Mert ugye nincs pénzünk. Nincs mit elvegyenek végül is. Egész sok rendőrautó jön utánam. Hármat ír a játék, de itt szerintem több is van őszintén szólva. Hoppá! Mi? Ez ekkora nagy ütközés volt, de rossz. Na jó, hát azt mondtam, hogy még egyszer próbálkozom, és ez volt a még egy próbálkozás. Akkor viszont nem nagyon sikerült az ötös szintű rendőröket lerázni, úgy tűnik, hogy ehhez még sajnos béna vagyok. Majd, hát hogyha Unbound-ban egy kicsit ügyesebb leszek, és egy kicsit, hogyha azzal többet játszom, akkor ott fejlődök. Viszont akkor a Need for Speed végigjátszás sorozatunknak ezzel vége. Viszont még lesz belőle videó, és ugye, ahogy mondtam, az Unbound-ból pedig mindenképpen tervezünk szintén sorozatot, úgyhogy emiatt mindenképpen érdemes feliratkozni a csatornára. Hogyha ez a videó tetszett, akkor pedig lájkoljátok, egyébként köszönöm szépen, hogyha idáig végignéztétek. Nem sokára találkozunk akkor egy újabb videóban, addig is viszont sziasztok!